Az előadó szót ejtett arról, hogy a pandémia ideje alatt sajnos nem tudtak koncertezni, azonban tavaly lehetősége nyílt két válogatás CD-n is szerepelni. Egy hazai zenei újság, amit hanganyaggal lehet megvásárolni, nagyon kelendő volt, így szépen fogytak a lemezek. Ennek köszönhetően több ezer példányszám került a hallgatósághoz. Ezt elismeréssel jutalmazták, de a koronavírus miatt korábban nem adták át a díjakat. Erre a közelmúltban került sor Budapesten egy fesztivál keretében. Az aranylemezt azt például azért kaptuk, azért a dalért, tehát a Nem kellene sírni már című dalért kaptuk az aranylemezt, a második platinalemezt pedig a Barnahaj készemet című dalért kaptam, ez egy latinosabb hangviteli dal. Hát készülnek az új dalok, és ez év nyarán, ha jól emlékszem, július végén jelent meg szintén egy válogatásabum, egy vadonatúj dallal, aminek Fogd a kezem című dalról van szó, ami egy kicsikét már másabb stílusban készült, hiszen modernebb hangzással próbálkozunk most, tehát próbálkozunk egy kicsikét újítani, úgyhogy remélem, hogy a közönség jól fogja majd fogadni. A művész kitért a nyára is, hogy nagyon felpezsdült a kulturális élet, és az ország számos pontján járt, és adott koncertet. Emellett azt is megosztotta velünk, hogy milyen szempontok alapján állítja össze a zenei repertoárt egy-egy fellépés alkalmával. Általában úgy próbálom összeállítani ezt a bizonyos 40-50 percet, hogy minden korosztály idézőjelben, minden korosztálynak szeretnék kedveskedni, tehát a 18-tól a 30-ig, vagy a 35-től a 60-ig, vagy a 70-től a 80-ig, tehát elég vegyesen rakom össze a repertoár, többek között ugye saját dal, Jimmy dal, Máté Péter esetleg, tehát ilyen régebbi előadókat is, akik már ugye nincsenek közöttünk, vagy még egy Cserháti dalt is mostanában, a Kicsi gyere velem rózsát szedni, tehát ilyeneket szoktam beszerkezni. Legközelebb a makkói közönség szeptember 14-én találkozhat a Hagymatikumban az énekessel egy rendezvény keretében.